Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, kellemes hétfőt, ismét egy új hét, hát üdvözöllek benneteket, szevasz, Kata, CJ, Like, Septence, Leia, Nettus, Panox, Hodika, Mizu, remélem mindannyiótoknak jól telt a hétvége, és kipihenve vidáman vághatunk bele megint a szürke hétköznapokba egy kis stream alá festéssel, meg hát üdv a VOD nézőknek, és jó pihenést potenciálisan az estére. Folytatjuk, és lehet, elkiáltójel lehet, aláhúzva caps lockkal, hogy befejezzük ma a Lies of P-t. Ez nyilván skill függvénye is, ami hát önmagában megmagyaráz minden, de a játék vége fele járunk, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan fogunk tudni ma haladni. Direkt ezért kezdtem egy kicsit korábban, hogy egy órával többet bele tudjunk facsarni a ma délutánba. Nagyon produktív voltam délelőtt, céges ügyeket elintéztem, amit kellett, úgyhogy már most egyrészt hulla vagyok agyban, másrészt viszont készen állok a totális gamingra. Nettus, gratula neked a vittagsághoz, egyéb iránt meg volt content a hétvégén, kiment az első IEFC-s NDD epizód, illetve kijött velem egy interjú a Tribune Podcast csatornáján is. Az nyilvánvalóan mindenkinek nagyon tetszett, és egyáltalán nem voltak negatív kommentek alatta emberektől, akik egyébként nem néznek, úgyhogy ez egyébként jót tett ahhoz, hogy ismét hazámas lelkesedéssel indulunk. Nem is raktam ki Twitterre, amit akartam. A csávó tipik megélhetési youtuber, aki 9 éveseknek csinál tartalmat, mert büdös a munka neki, bohóc, írja nektek Zsozsó, úgyhogy ezzel... Amúgy én ezeken jót rögök, nehogy valaki azt higgye, hogy én ettől így szomorú leszek, meg sírok, csak mindig gyűjtöm Twitterre ezeket a finomságokat, de viccet félretéve nem egyébként, a legtöbbeteknek nagyon tetszett az interjú, ha valaki esetleg nem hallgatta még meg, a Tribune Podcast csatornáján van, de ha egyébként meg eleget hallgattok hétköznap, és az már uncsi, jön majd ki, hamarosan egy olyan rész, ahol nem rólam fogunk beszélgetni, hanem a sportról, fociről, meg Forma 1-ről. Ott is jó sokat pofáztam, úgyhogy szerintem az is érdekes lehet. Üdv 9 évesek, így van. Amúgy mindig nagyon érdekes nekem, ez mindig borzasztóan érdekes amúgy. Persze tök logikus, hogy mennyire más gondol rólad valaki, aki mondjuk néz rendszeresen, mondjuk ti, akik itt vagytok sokat beszélgetünk, azért már tudtok rólam eleget, és mennyire más gondol valaki, aki mondjuk egyáltalán nem ismer, és... mennyire más gondol valaki, aki látott belőled egy random videót, vagy egy random streamet, borzasztóan érdekes. Mert egyébként én azt figyeltem meg, hogy akinek így rossz az első benyomása a tartalmaimról, és mondjuk talál valami main csatornás videót, vagy TikTok kivágást, vagy valamit, az pontosan az ellenkezőjét gondolja rólam, mint azok, akik egyébként itt vannak. És rendszeresen néznek, és ez baromi érdekes, hogy egyébként mennyire pont az ellentétjét tudja állítani valaki, aki kevésbé ismer annak, mint valaki, aki mondjuk egy kicsit jobban. Baromi érdekes ezen egyébként, néha el szoktam lamentálni rajta, hogy milyen fura. Mondjuk nyilván én erre rá is játszok, tehát mondjuk szöges ellentéte vagyok sokszor annak valójában, mint amit első impresszióra kifele sugárzok. De ezzel egyébként nagyon jó meg lehet szűrni a felületes embereket a közösségben. De érdekes egyébként. Nyilván az a baj, hogy az ember kevésbé tud épülni. Vagyis hát abból is lehet épülni egyébként szerintem, hogy mennyire más sugárzol kifele mondjuk olyan embereknek, akik mondjuk csak egy kicsit láttak belőled. De ez egyébként érdekes, nem csak így tartalomgyártóként, hanem bárkinek a magánéletébe, vagy a munkai életébe, vagy bármibe, hogy mennyire fontos tud lenni egy első benyomás, hogy egyébként teljes mértékben 180 fokkal más tudnak rólad gondolni emberek, mint ami ilyen egyébként valójában vagy, és ez érdekes. Van valami az alsó ajka, alsóajkamon? Szerintem fokrém! Hagyj ezt már itt, hogy... Na, hát akkor ugye úgy szoktuk ezt játszani, hogy A és B opció. Szerintem fokrém, de mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy micsoda. De aranyosak vagytok, hogy szóltatok.
borotva hab is lehetett volna, de mivel annyira nem borotválkoztam ma meg. Jó lesz, szép leszek. Sós vagy édes? Keserű. Mármint, hogy nem tudom. Így jó? Nem, tejföl, nem. Az nem. Az a C opció. Köszi. No, ennyit a szokásos beszélgetésről, ami kiadok magamból, és három embert érkel, nem, amúgy viccelek. Hazudok, hát ez egy hazudós stream. Hát nyilván erről szól. Így van, apatej, na, hát nem akartam kimondani, lebuktam. Most újdonság, hogy vagyok. Hát na ugye, hogy nem. Köszönöm a támogatásokat, Sautner, Reha, Zotya, Kila, köszi a 8 hónapot, László, Tótsa, Kodin, köszönöm szépen nektek is, Action Essa limonádéhoz, Kila, Onigo, köszönöm a 13-at, Krisztina, a 35-öt, Zotya, Csirt, Barbie, Gyéhun és Csaba, nektek is köszönöm szépen, Lies of Pessali, avagy Gonoszali visszatér, panasszali ma nincs, ma nem panaszkodunk, ma gonoszali van. Nyomjuk tovább a játékot, srácok. No! Az nem majonéz, hanem ci. Igen, hát valakihez most ért el a poén tulajdonképpen. Nem fontos a gyorsaság, hát mindenki a maga tempójába emészgeti itt a humort. Hát ugye... Ki mennyi idő alatt barátkozni? Ja. Csodálkoztok rajta sokszor, hogy a prostó humor miért működik. Azért, mert az leesik mindenkinek egyből. Lehet, hogy elidegenítesz egy pár embert, hogyha prostó humort használsz, de akkor legalább leesik egyből minden. Ha így próbálod finomítani a dolgokat, hogy így... Jaj. Srácok, ott hagytuk abba, hogy eljutottunk ugye az alkimisták szigetére. Itt elképesztő sok kérdés felmerült a bábuknak a hátterével kapcsolatban, hogy ők miként születtek, emberek voltak-e azelőtt. Ugye találkoztunk a talányok mesterével, vagy királyával, a King of Riddles-szel, őt is megszabadítottuk az élet nevű tehertől, illetve hát legyőztük Manusnak az első számú udvarhölgyét, Laxatóniát, Laxus kondenzátort, a villámos angyalt. Van egy sidequestünk, amit meg kell csinálni, ugye a test subject-tel, azt mondtátok, hogy fontos lehet, és meg kell találjuk kicsimnek az igazi testét, mert hogy itt emlegették, hogy ő itt ilyen goddess, meg minden, meg hogy ugye ő az alkimista, a fő alkimistának a lánya, lehet, hogy a testvérünk, úgyhogy elképesztő sok sztori fonal van itt a vége előtt a levegőbe, amit remélhetőleg le fogunk csapni, nem csak a bosszokat, úgyhogy folytassuk tovább, és ne felejtsük el, ott látszik, hogy megdobbant már Pinokkiónak a szíve, úgyhogy most már igazi kisfiúk lehetünk, vagy tinédzserek, vagy nagyfiúk. Azt mondtátok, hogy ha legyőzöm a bosst, akkor aktiválódik a sidequest. Igaz-e ez? Illetve kaptunk boss ergót is, ugye? Igen. Jó. Akkor mielőtt tovább haladunk, és ez a ruha. De ne felejtsük el ezt a ruhát, nagyon luxus. Ott is van, igen. Rosa Isabella Street mondta, hogy ide megy. Úgyhogy utána megyünk. Etti, köszönöm szépen a feliratkozást, a Prime Gaming-es konvergálást. Szevasz, Marci. Igen, a legutóbbi Lies of P-vod nagyon későn került ki, mert szarakodik a YouTube, nem csak nekem. Sok tartalomgyártótól hallottam. És egyszerűen nem akarta feldolgozni 360p-nél tovább, úgyhogy háromszor fel kellett töltenem. Reméljük a maival nem lesz különösebb gond majd. Na, be lehet ülni az anyós ülésre, akinek van kedve, hogy hova az anyámba ment a test subject. Ne nekem kelljen végig nyomozni itt az egész város. Hogy egyébként ő merre ment. Halló!
Na, milyen rég jártunk már erre felé. Az átívelő hídon lesz a lejtős utcán. Ha mondanám, hogy értelek a Temil, de megyünk akkor előre. Mert itt ugye van egy utca jobbra, az bevisz egy házba, meg ugye tudunk rövidíteni előre felé. Na most még kellett így megütni engem. Jó. Halló? Azt mondja, hogy itt van egy felüljáró, az itt föl egyenesen, ugye? A tűz másik oldalán. Na majd mindjárt kiderül. Halló? Jaj, tényleg ezek a lövősök. Jaj, Istenem, igen. Hú, de gyűlöltem ezeket, ott meg benne a baba robotok. Há, itt van ő az. Hellóka! Hú, de jó, tényleg itt is a művészi muzsikákkal. A színház előtt. Nice to see you again. I thought if I got a second chance, I'd go to where my heart's content. I never expected to get out alive. Want to take a look at what I have? I grabbed a couple of things before taking off. It's a new life, a new attitude. Nice loot, yeah? If you need anything, just say the word. Ja, hogy ez egy vendor? Várjál, hát előbb meséljél magadról, hogy miért jöttél ide. I used to be a fan of the actress Patricia. Patricia had an angelic voice like her sister. But her career was cut short. She took poison and ruined her throat. But the something transcendent like that makes you feel alive. I survived. So I'm seeking out experiences like that. Most, hogy túlélte a kísérletezést az alkimisták által, be akarja fogadni a korábban is általa rajongott művészeti élményeket, azért jött ide ebbe a negyedbe. Did I go sightseeing? You bet I did. It's the heart of Krat. The theater, the Ferris wheel, there's so much to see. The most fascinating thing, I couldn't believe it. The writing on the back of a made puppet. I read memories, but still, any way you look at it, it's the made puppet's words. Probably designed like that. Still, it was weird. You should see it for yourself. Azt mondja, hogy keressünk meg egy ilyen szolgálólány puppetet, akinek írva van valami a hátára. A saját szavai, ha jól értettem. De amúgy érdekes, hogy eljött ide város nézni az apokalipszis kellős közepén, tehát hogy őt nem zavarja, hogy fő van gyulladva minden. Ő ide jött város nézni. Na, mit árulol? Ne! Árul egy ilyen fehér ruhá. Meg árul lootot. Disruption resistest. Oké. Meg egy fegyvert. Egy advances fegyvert egyébként. Acidos fegyvert. Jó, hát ezt a ruhát, ezt azért meg kéne venni. Hát ez azért elegante. 5000-be van, várjatok, mindjárt lesz pénz. Csinálunk pénzt. Ott is van 5000. Megy összejönne kevesebből? Jó. Ott van, ez az. Nice loot, yeah? Nice loot, yeah? Add ide. Bam! The White Lady's Hunting Apparel. Még egy zenét adhatott volna amúgy. Na nézzük, srácok. Slay or gay? Mármint, hogy bocsánat. Ó, da néz! Ó, igen! Még egy jó fehér szemüveg amúgy kellene hozzá. Ó! Elegante! Nagyon jó. Most mondta, hogy keressem meg egy ilyen szolgálólány babát, azt meg kell tegyem, vagy mehetek? Az csak ilyen fancy hozzáadott sztori volt, vagy menjünk tovább. Megnéztem a fegyvert, Yoko Sensei. Advance fegyver, úgyhogy nem mozgat. Ennyi elvileg? Okés. Na hát legalább elegánsan megyünk az endgame-be. Oké. Akkor menjünk a hotelbe, mondjuk. Élő putyan! Illik ehhez a baglyos maszk, de nem lehet ezt a szép arcot, amivel Pinocchio rendelkezik, csak úgy eldugni.
Ja, hogy vegyem meg a fegyvert, hogy megnézzük a movesetet, és akkor mi maradna nektek? Tessék játszani ezzel a játszival, mert zseniális. Jó. Amúgy nem akar velem nagyon beszélgetni senki, tehát hogy egyébként indokolatlan, hogy ide jöttem. Kérdés, hogy mondjuk hozhatunk gyümölcsöt, meg vehetünk heal kockát. Az mondjuk belefér. Nem tudom, hogy a P orgánumommal és a kvarcokkal hogy állok, de majd mindjárt megnézzük. Nem felejtem el, hogy magamnál kell tartani valamennyit, különben Atemia megöl. Igen, már írja is, egy gyümit hagyjunk meg, jó? Stalker, please. Janjo, Mamma Mia. Várjál, mennyibe kerül? Így jó. Oké. Az öreg hölgyet nézzük meg, mondja Hirks, legyen így. Nem tudom kivel, nem tudom már mikor dobbant meg a szívem. És hogy most így változott-e valami. De megnézzük a nénit, legutóbb nem akart semmi újat, de akkor már megnézzük a P orgánumjaimat is. Csó. Kolom. Csókolom! Hát jó. Úristen, már mekkora, már egyre nagyobb, ugye? Hát, mekkora már? Hát nem is hazudok ennyit. De eltűnt a néni. Ja, nyilván beszélünk az Inassal. Azt mondja, van egy kvarcom. Az tök jó, mert pont egy kell, ugye? Aha. Mit rakjunk be? Már csak attakot rakhatok. Fatal Attack, Stagger, Fable Arts Effect Duration. A Fatal Attack az jó lehet, mert bosszon is szoktunk behúzni Fatal Attackon. Végül is legyen az. Jó. És akkor ez is megvan. Jó. Eltűnt a öregasszony. Úgyhogy beszélünk Polendínával, a recepciósal, hogy itt hagyott-e bennünket, avagy. A cica még mindig ott van fönn, nézd meg. It is with unsurpassed sorrow I must announce Lady Antonia has passed away. When she entered immortality, she was already quite frail. The hotel was the only thing keeping her alive. Should we have given her the treatment after all? Oops. It is hard to bear. Remembering how she closed her eyes in pain. I would live in abject regret for the rest of my life. Oops. It is far too great a pain for a puppet to endure. Thus I plan to erase my heart. And become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polendina. Despite how it ended, I thank you. Because I know you did your best. Hát, Lady Antonia elhalálozott, mert hát nem adtuk oda neki a gyógyszert, ugye? Mert hát gonosz Sully. Ez annyira megviselte Polendinát, hogy gyakorlatilag egy system resetet fog magán végrehajtani, kitépi a szívét, és hagyományos bábú lesz, úgyhogy elveszíti a teljes személyiségét. Hoopsi. Welcome to Hotel Kraut. Jó, de gondoljatok arra, hogy én tökre igazi kisfiú leszek. Jó, hát nyom egy format C-t, igen. Hát, na. Strange. Jó, gond, de valamilyen úton, módon ez a helyes döntés volt egyébként.
maradjunk ennyibe. Hogy még nem látjátok ti, hogy ez miért volt egy jó döntés hosszú távon, de egyébként az volt. Jó, akkor mehetünk tovább. Szerintem. Cáfoljatok meg, ha nem így van, és valamit még elfelejtettem. Eszter, köszönöm a 30 hónapot közben neked, és Joki papa, köszönöm szépen a 2-t, Bereha 14-et, Ifta oligarka, köszi nektek is, Heti. Köszi. Ja, boss weapon. Boss weapont elfelejtettük, így igaz. A kis új kutyusunktól. I want to give Alidoro's belongings. Na, azt mondja, hogy... Melyik a fegyver? Ez a fegyver. Ez is technik fegyver. Milyen kár, hogy ugye a technik build az használhatatlan állítólag. Azt az összes fegyver technik fegyver, bazd meg. Na mindegy. Uruboros Eye. Oké. Okay. És a Sad Zilot, és ez a trinket. Upon successful guard, weapon durability is not consumed. Nem rossz amúgy ilyen defes cucc. Jó. Elájulva nem vagyok, de jó. Jó, annyi, hogy az equipmentünket nézzük meg. Tehát az ergósat kiszedtem, stamina, weight limit, HP, stamina, legion. És többet sebzek, hogyha fable slotom van. Ide beraktuk a közepes frémet, mert ezt már nem bírtam el. Itt van a shock resist van berakva. Van fire resistem, meg acid resistem. Jó. Itt is a sokkos van bent, ugye? Van egy disruptionös. Jó. Meg van egy, ami physical breakes. Jó, hát ez majd bosstól függ. Meg vagyunk szerintem. Menjünk. Jó. Cicálnál nem lehet, meg lehet nézni a cicát, de csak lenéz ránk, azt megnéztük legutóbb, de hogyha valaki esetleg lemaradt, akkor így lenéz ránk a cicus. Most, hogyha oda megyek, most ő ott fél a hotel tönkretétele miatt, úgyhogy így nyomja. Na! Akkor lássuk, hogy mivel szivat minket tovább a játék, srácaim. 11. fejezet. Ascension Bridge. Ez a fejezet jó hosszú. Hát amúgy nem kapkodunk a játékkal. Fogalmam sincs, hogy mennyi van hátra. Nyilván ez amúgy is megjósolhatatlan, mert egy boss lehet 10 perc, meg 10 óra is, szóval majd látjuk. Na! Hát amúgy elvileg ugye itt a torony, az ergo szívó torony, aminek a tetején ül a gonosz bácsi. Tehát majd látjuk. Lehet, hogy lift lesz, meg az is lehet, hogy 4 boss, amíg megyünk fölfele. Nem kell spoilerezni, majd látjuk. Miért raktad el a fegyveredet, Pinocchio? Ott van, kicsim! Na ne basz. És ezt a pillangót küldte elértünk, hogy felé leszen. Hát jobban nézett ki már, mint hogy... De az arca amúgy szem. Jézusom! Mentselek? Meg! It hurts so much. I want to be free. Szabad akarok lenni, annyira fáj. Please. Kérlek. What do we do? És kalitkába van zárva. I don't know. I can't make this choice. I think she wants to live, but what will you do? You have to decide, you, not me. Keep her alive, perhaps against her wishes, or ajaj. Vagy életben tartjuk, vagy elengedjük.
azt kérte, hogy engedjem el. Azt kérte kicsim, hogy engedjem el és szabadítsam meg. Thank you. I was trapped for so long. So much torment. So much pain. Take my ergo. Jó, hát gonosz Sully van, de ő... I will be with you to the very end. Örökké veled leszek. Akkor le... hát jó, de hát életbe hagyhattam volna, és megöltem, szóval tulajdonképp gonosz Sully. Vigyem az ergóját, azt mondta. Igazából ugye ezért csináltam direkt, mármint új. Haló! K-pop-sztár lettem! Ugye, még helyesebb lett a fiú. Your heart is pounding, oda néz. Wow. És hagyott nekem egy dalt is. Na, ez már frizura. Nagy fiú lettem. Beszarom. Kicsim hanvaival terítettem be a hajamat. Kezdődhet a Dante mód. De milyen jók az áthallások, hogy kalitkába volt zárva egyébként. My blue fairy. Hát most vissza kell menjünk meghallgatni a zenéjét. Most annál semmi se fontosabb. Igen. Valójában a történet az, hogy Pinocchio rányult egy lány mellkasára, és ettől nagy fiúvá változott. De egyben meg is őszült tőle. Vajon mire gondolhatott a költő? Ez vajon minek a metaforája? Hát ez egy elég gyors búcsú volt kicsimtől, de hát ezt kérte. Meg erről szólt az egész, ugye, hogy ő már nem akarja ezt, hogy tovább kihasználják őt. Na jó. Na várjál, és most megváltozott Polendina? Welcome to hotel. Névben nem, nem tudom. Na jó, hát akkor Shadow Flower a szám címe, hallgassuk. Kicsi utolsó. Elénk küldött üzenete, egy dalformája. Kicsin francia volt. Amúgy jól áll neki ez a... megy az outfitünkhöz a haj. Lumière, garde-moi
Na jók a zenék ebben a játékban. Azért a feel jobb, nem a feel jobb. De csak azért, mert ez francia. És a cica nézi! Tényleg a cica hallgatja, oda nézzetek! Eddig lefelé nézett ránk a cica. Nem raktak rendet a hotelba. Na hát ezt is meghallgat. Ott már dobog neki a szíve rendesen, hát már csak úgy pumpál. Na most leugrik a cica, hogy szőke kisfiú, nagyfiú lettem? Gyere le hozzám, Tisza! Nem mersz? Igen, az a baj, attól még tudja, hogy balfasz vagyok, hogy fehér lett a hajam. Jó, meg megnézzük az orromat, igen, bár most nem hazudtam, szóval most nem hiszem, hogy nagyobb lett, de ott valamit interaktálni lehet a festménnyel. Csillámlik! Golden Lie. Mi ez, egy fegyver? Kihúztam a nózim. Ácsi már! CC. Hülye vagy! Lett egy botos fütyim. De várjál már, ez akkor OP? Mit rak? De amúgy elég szar a sebzése, de hát gondolom, hogy OP. Na várjál már, megnézzük, nyugi. Egy kicsit ilyen végbélizgató, igen, aranycserpák, de megnézzük, mit tud. Aha. Mondjuk elég nagy a range, az jó, azt szeretjük. Jó, ez az alapadtak, mi a heavy? Aha, mi a charge? Aha, ilyen dupla pörgőforgó. Jó, mi a háromszög? Aha, csapkodás. Uh-huh. Jó. És az L1 háromszög az egy ilyen gárd. Nem, az is verekszik. Ez lehet, hogy közben perizik is. Furious Golden Hits. Hmm. Ugye érdekes... Elköltöm rá a fegyver. Biztos, hogy jó ez a fegyver amúgy. Hogyha így megkaptuk ilyen bónuszként. Antonia is dead. Oh. It doesn't feel real. She was sick, but her personality was so formidable.
The hotel feels empty without her. I would have done everything I could to help with weapons. So you'd better not die. Igyekszem, köszi. You're here. És akkor azt tudom csinálni, hogy... Várja, nem lehet szkélelni a fegyvert sehova? Igen, az mondjuk baj. Ja nem, csak nincs pénzem. Várja, kell pénz. Ja, köszi, köszi. You're here. Hogy motivitíle tudunk egyet rakni. Na még egyet nyilván nem. És akkor B-vel szkélel. Igen. Meg tudjuk upgrade-elni. És akkor még kettő hiányozna a maxhoz, a Full Moonstormból kéne még kettő neki. Jó, hát meglátjuk. Hát nyilván sokkal kisebb, kevesebbet sebez, mint a mostaném. Meg kevesebbet is Reductol, de... bevethetjük, megnézhetjük, majd meglátjuk. You're here. Jó, annyi, hogy... Jó, nincs összerakva fegyver. Oké! Van, aki még Antóniáról akar? Ah, the hotel seems truly empty. Now that Lady Antonia has departed. She was the closest person I had, you know? These halls are truly cavernous now without her. And her music. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and ours. Mindenki szépen emlékezik az öreg asszonyra. At the house of Anini, even priceless thing. Jó, hát Pulcinellát annyira nem hagyja meg a dolog, de... Oda se neki. At the house of... Viszont izét amúgy vehetünk, ha egész játék során nem vettem. Ilyen linert. Most nyilván ezzel a fegyverrel amúgy elbírok még több defed. Mondjuk ez sokkal nehezebb. Majd látjuk. Jó, igen, a zongorát akartam megnézni, mert mondtátok, hogy egyre jobban zongorázik a karakterünk. Hát olyan sokat nem fejlődtem. Jó, hát ez a búcsú dalom volt a nénitől. Jó, ennyi sikerült. Közben Ferko, Vivienke, Beus és Gyula. Nagyon szépen köszönöm nektek. Jenny, neked pedig köszi az 5-ös subgift bombot a közösségnek. Köszönöm szépen. Eddie B, köszönöm neked is a 2 hónapot. Köszönöm szépen. Hát egy boci-boci tarkára futná talán neki, igen. Való, köszi a 16-od. Ne fogd rám. Jó. Hát akkor menjünk tovább. Én azt hittem, hogy itt nagy boss fightok lesznek a mai streambe, azt eddig itt sírtunk, nevettünk, zenét hallgattunk, meg fegyverkeztünk. De meglett az aranybotunk. Kíváncsi vagyok, mert ez ilyen titkos fegyvernek néz ki, vagy, ne, vagy ezt mindenképp megkapod ezt a fegyvert a játékban, vagy a döntéseidnek a függvénye. Az a neve, hogy Golden Lie, szóval gondolom csak akkor kapod meg, ha hazudsz. És lehet, hogy van egy másik fegyver, amit meg csak akkor kapsz meg, hogyha igazat mondasz. Elég embernek kell lenned hozzá, aha. Nem tudom, de menő. Jó. És akkor itt megyünk tovább. Valamerre. Ez kicsimnek az ebédlője. De jó a zene. Half Moonstone. Mondjuk adhatná egy fullt a fegyverfejlesztéshez inkább, de nem vitatkozom. És akkor ez meg egy dolgozó szoba. Helyesen cselekedtünk, Tihamér.
Let's keep going. Helyesen cselekedtünk. Na, elég az érzelmeskedésből, nevessük ki a streamert, ahogy bénázik. Franky, köszi a 2 hónapot. Zsá! Gyorsan üt. Jé, de mi volt az? Mi volt az a robbanás? Az robbant föl, nyugi. Hű, baszod. Mármint, hogy a manóba. Jó, lehet, hogy szeretni fogom ezt a fegyvert. Azért nem rak akkorát. Az anyád! Az... Na, jó, oké. Ahogy nézem, a játék befejezte a finomkodást. Az anyád. Igen, most nyilván az a baj, hogy egy új fegyvert így megszokni, az... Az nem lesz egyszerű. Az anyád, a picsáját. Nem jó, mert benne... Ah, jó. Kezdődik, ez az. Ha van rá energiád, a bosszok előtt a béléseket és felszereléseket tudod cserélgetni, hogy jobban védjenek vágás ellen. Köszönöm, Mage. Tudom, hogy segíteni szeretnél. A játék 36. órájában már ugyan tudom, hogy hogy működik a gír, bár igazad van, mert linent még nem vettük, de elolvastam egyébként, hogy itt mi ellen véd. De tudom, hogy segíteni akartál, csak most épp meghaltam, és pont rajtad vezetem le a frusztrációmat, de köszönöm. Na még egyszer. Most ez kajak itt áll benne a sarokban? Igen, ez egy range-et meg kéne. Nem gyere be ez a fegyver, vagy nem tudom. Igen, itt ugye teljesen más, mert ez olyan, mintha egy dex weapon lenne mondjuk, és ki kell használni azt, hogy gyors. És ugye... Playstyle-t újra tanulni a játék legvége, nem biztos, hogy ildom most, de... Attól még megpróbálhatjuk. Hát nem level 5-ös nyilván, az egy kis pluszdam, de... Kéne bejtelni onnan Johnny, hogy kijöjjön. Most az ott mi fixen elindul hátulról, hogyha beagrózom az elektromosat, vagy mi? De forduljál vissza ott hátul. Kiváló melléütés volt, Nessali barátom. Van itt az észtegőr. Ja, hát más, másképp kell ezzel jár. Szia, Bambi! Köszönöm szépen! Vigyázz, robban! Nyilván, nagyon érdekes, mert nyilván így kívülről nézni, mondjuk nektek, hogy ő ez a fegyver szar, kevesebbet sebez meg. Hát nyilván nekem is az első reakcióm. De például sokkal kevesebb staminát vesz le egy ütés. Tehát, hogy azért megvan a pozitívuma annak, hogyha kisebbet üt a fegyver a gyorsaságon kívül is. Szóval egyébként baromi érdekes, csak nyilván megszokás kérdése. Ott egy full moonstone, kéne még egy. Ugye egy opcionális részt kihagytam, mert annyira idegbeteg voltam, hogy nem akartam oda bemenni. Bár Atemil azt mondta, hogy ott kvarc van. Igen, meg nyilván az a másik, hogy amikor a nagy karddal meg a nagy fejszével ütöm, akkor úgy is tűnik, hogy jobban fáj az enemynek. De meglátjuk, hát majd látjuk, hogy hogy megy, hogy nem megy vele. Ha bénázok, akkor majd lecseréljük. Match Abbey part inside. Time unknown.
Fasza. Á, köszi Mage, értem. Nem, semmi olyan. Ezért mondtam neked, hogy épp én tilteltem. Ja, jó a moveset, de ne izé full moont adjál, game. Igen, a földön gurulást azt kihagytam a talentelésből. Ó, basszus, hogy nem pont megfordult. Ilyen szép bajszos úri emberek a kis pöckölőjükkel. De ugyanúgy megszakítom amúgy a movesetjüket, ha arról van szó. Érdekes módon. Most ezeknek is közbeütöttem a terveibe. Elég creepy ez a hely, szó se róla. Nagyon jól szuperál az orrom. Csak nyilván most megérkeztünk a legszivatósabb enemikhez. Ezt meg itt le is akar állni, de hogy látjátok, hogy milyen sokat ütök megállás nélkül? Vele lehet ebbe is tanulni. Még az L1 háromszöges move-ot meg kéne nézni. Ne Dark Moonstone-t adjál, fullot adjál. Na, te mi, kinek a fia borja vagy? Hú, mennyi HP-d van. Ez olyan, mint az öreg asszony boss volt, ugye? Aha, olyan, hát. Nem tudja abba hagyni ezt se a harácsolást. Fejezd már be! De látjátok, fölmegy a stagger. Jaj, a disztrukciós anyák hétszentségit. Hú, bazd meg, az hogy ért be? Heal! Ujj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 
így gondoltam. Miért csinálod ezt velem? Aha, hát ez a L1 háromszög annyira nem hatotta meg. Jó, hát azért pár hírt elhasználtunk a nénire. Tulajdonképpen most éppen mindenbe beleütjük az orromat egyébként, ezt jól látjátok. Kvarc! Mindegy, valahol lesz egy shortcut. Majd. Hülye vagy, most lefele megyek? Ha főfele kéne menjek a toronyba. Igen, valamelyik ütése megszakítja az enemy movesetjét, de nem tudom még, hogy melyik az. Ha például nem szakítom meg így, mint most, akkor szopok a nyalóra. Bocsna, mi nem? Azért körbe böködöm őket. B-ből a Catalyst. A zenét nagyon adom, ami a háttérben van. Ezt ide látom, hogy ez egy szopószoba. Ezt azért építették, hogy ide szopni járjanak emberek. Jaj, te! Még dobáltalak, paraszt! Vigyázz, robban! Kösz. Rendes piszkátorral ezek 1-2 szúrások. Na igen, azért mondom, azért is kell a Mustang Build-el játszani, mert azt megérteni is könnyen. Igen, egy szúrás, de amíg ezt egyszer meglendítem, addig 6-szor beakad a falba, meg 2-szer rám húgyozik az enemy. Próbáltam szemléltetni csak. Gyere már le onnan. Nyilván eltalálsz, hogy nincs már healem, de jó vagy.
szoktam. Pont kisztaminázódtam. Amúgy meg ez a Nessai és az Aranyszercám című film. Na, nem vettem meg a boss fegyvert. Nem tetszett a scalingje. Jó, most Nessaiosan csináljuk. Odáig visszafutok, ahol meghaltam. De nyilván, tehát hogy látom, egyelőre nem tetszik ez jobban, mint a meglévő fegyverünk, meg nyilván azzal megszoktam valamit, tehát hogy... Azzal nyilván jobban is megy. Ne köpjél le, légy szíves, köszönöm. Úristen, milyen messze vagyunk. Ja, futni kell, azt kész. Szép zene, a sok alkimista meg köcsög. Így van. Nem kell ezt úgy gondolni. De jó, hogy egyszerre rám is robbant. Jaj, hogy te meg utánam jöttél! Kezdődik. Most mindjárt főveszem a nagy piszkátort, bazd meg, azt vérbosszút állok. Jó, arra nem számítottam, hogy ő még bejön utána, most majd erre figyelünk. Na, ezt még elbuktuk az Ergót is, nem mintha most már kéne egyébként bármire. Legalább gyakorlunk az új fegyverre. Csókolom. Az anyád picsáját, csak bocsánat. Pia! Ja, és ez a következő gyerek fog utánam jönni, aki itt van az ajtóban, ugye? Mind a ketten? Ó, de jók vagy. Nem, az egyik visszamegy. Áó. Nagy. Good. Persze még te így pumpálgassál! Ez nem tudom mire jó ez a... Ez a L1 háromszög. Alig ütöttem bele. Az... Nem látom mi van mögött. Nem lehet azt elolvasni rendesen? Furious Golden Hits. Nincs egy részletesebb leírás? Furious Golden Hits. Dotti, szia! Köszi a 4 évet. Mizu! Pazsi, közben neked is köszi a 62-t, bal kész szabály, neked pedig köszi a csír. Gárdolok az animáció alatt, aha. Igen, mert nekem is úgy tűnt elsőre, csak így gyakorlatban még nem láttam. Full Moonstone, várja meg, vagyunk! Aha! Jó, akkor ki tudjuk fullozni a pöcörőmet. Az mindig jó. Fullos pöcörő. Látszokom, ha olyat kérdeztek, amire a chat is tud válaszolni, a chatet kérdezzétek. Kedves emberek, akik segítenek! Yeah.
Jaj, ebből nagyon nagy baj lesz. Jaj, a nyugi. Na most bazd meg, most vissza is kell sétálnom és rám fog lőni. Jaj, kérlek, ne lökj le, könyörgöm. Az Isten áldjon meg, nagyon nem akarok leesni, és a chat is nagyon azt akarja, hogy ne essek le. Mindenki azt akarja, hogy ne essek le. Mert akkor nagyon mérges leszek, és csúnyán fog beszélni a nézőkkel. Bár már így is mondták, hogy így is vállalhatatlanul beszélek a nézőkkel. Tehát ez igazából azért van, mert gyűlölöm őket, csak jól titkolom. Hol van már? Az a shortcut. Mónika. Ez csapdának tűnik. Ez lesz a shortcut? Aki tudja, ne tartsa magába, hogy ez shortcut-e. Mert gondolom ez visz lesz, szóval ennek kéne kinyitni a rövidítést. Annyira jó az új hajam! Csak kéne egy... fekete lencsés szempa ehelyett a nyaralós narancs helyen. Aha, itt a shortcut a Bonefire-höz. Úgyhogy visszamehetünk fegyvert fejleszteni. És akkor maxos lesz az aranybököm is. Diablo 3 monkos a fegyver, amúgy? Bár ott ugye öklözések is voltak. Igen, megflexeltem a fapálcát, Gergő, hát most mi van ebbe? Teljesen logikus. Eltűnt a cica. Eltűnt a cica a poszt tetejéről. Cica hype? Cica? Cicus? Most meg kell keresni a cicát. Tudom, hogy fegyvert fejleszteni jöttünk, de a cica fontosabb. Na, maxos a bököm. Kihegyeztük a ceruzát. Cisza! Ott van. Szeres, igazi kisfiú lettem! Ne! Ó, de ne rakd vissza, nem! Hát vinni akarom magammal! Na, még egyszer. Hát nézd meg, hogy szeret. Hát csak emiatt érte meg végigjátszani ezt a videójátékot idáig. Azt idejöttél megint a kutya mellé? Hát miért nem tudom kombatba a vállamon hordozni? Hát magammal viszem a macskát, azt megijednek az enemik. Oh. Polendina megváltozott? Welcome to Hotel. The Grand Covenant. Nem annyira. Game of the Year, fel lehet venni a macskát. 10/10, így van. Hát vagy mint a posztában, igen, Edibi, az a másik opció. Az egy egészen másik harci felhasználása a macskának, én csak morális supportként gondoltam rá. Na. Maxos az aranyszerszám. Öraktam a nagyobb védelmeket. Jaj, jó napot kívánok! Nem erre jövök amúgy, hanem erre.
volt shortcut, úgyhogy itt valami lesz, ami fájni fog. Tényleg még nem találkoztunk a rókával. Aj, bazd meg, tényleg lottóznom kellene. Hello! Ciao, Bello. Ciao, no! I had a feeling you were no ordinary kid, but I never expected to meet you here. It's a trivial matter. Everything is trivial in this part of the business. Reward or no reward, the reason for kidnapping someone or for blocking your path here. But if some audacious behavior helps my brother see again, that's a different story. In all honesty, I don't want to fight. Not you, at any rate. Hát ki is kapnál, öcsi? For one, it's a damned hassle. And why should I go out of my way to satisfy an employer who didn't pay me enough? It's not too late. We don't have to fight. Just show me some kindness. And I might change my mind. Gyűlöm amúgy ezt a Black Cat Red Fox storylinet, amúgy értem, hogy nem akarnak ők rosszat, csak a testvérét akarja kigyógyítani a vakságból, de úgy beszélnek velem, mintha tükből rángattak volna ki, és nem agyabugyálnám el őket két perc alatt, és verném laposra az összeset, de tessék, itt a gyógy. Thank you. This much? It might even cure him entirely. It's not fair, the way I've been harassing you. Hát így van. You're the only one who's ever been kind to us. I swear on my life as a stalker that your father is safe. Go on then. Go to him. Geppetto's waiting. Legalább megkaptuk a maszkját. Nagyon magasról, úristen, ez szörnyű ez a maszk egyébként. A sziszás jobban nézett ki. Na jó. Továbbra sem szimpatikusak, bár értem a motivációjukat, meg minden. Eddig is itt álltál? Vagy csak most fogsz kijönni mögülem? Ott van Geppetto! Fatel! Azt hittem őt majd csak a legvégén találjuk meg. Te Fatel? Na most akkor beszélgessünk arról, hogy amúgy rohadtul gyanús vagy te nekem, és úgy érzem, nem mondtál mindent. Oda nézd, milyen fehér hajam lett. It saddens me to see my precious son in a place like this. Elég már a nyálas szövegből. I wanted you to grow up as a good boy in a peaceful world. And yet, I think all I've taught you is blood and violence. Mondjuk háborúzni küldtél. This will be the last time I ask. I promise. Simon has gone completely mad. Megint elkülcsiskáztatni. He's trying to become a god by using a tremendous amount of ergo. I don't know what kind of world he wants to build. Perhaps there's no stopping him. I trust you, my son. And I'm ready for any outcome. Yeah. But I don't know any outcome. Nem zavarja, ha megdöglök. Speak truthfully, for my sake. Uh-oh. Was I a trustworthy father to you? Megbízható apád voltam. Nem annyira. Úgy érzem, elég sok mindent elhallgattál. I see. I didn't do enough to earn your trust. I wasn't a very good father to you. Hát nem annyira, bocs. I gave you more loneliness than love. That's my burden to bear. Hát nem, már megsajnálom. But remember, there is still plenty of time. Once all this is over, we can become a real family. Oh, persze. I promise. I will give it back to you. A happy family. We once were. De mi az, hogy amik régen voltunk? Nem tudom, hogy mi volt régen, mert nem mondasz el semmit. Put an end to it all. And come back to your father's side. Son, you're all I have. De közben meg olyan kedveseket mond, mint hogy te tényleg mi lennénk a szemefénye, és valószínűleg így van.
Put an end to it all. Son. De most meg megint elküldött, hogy állítsuk meg a főgonoszt. Hát nem tudja, mi fog történni, de majd valami lesz. Jó. Elvileg Simon az arc nélküli manus túl akarja tölteni magát Ergóval, hogy istenné váljon. Ennyit mondott még Geppetto, és hogy meg kell állítanunk. Jó. Már mindjárt fenn vagyunk a tetején. Itt még egy pár leesős móka bejátszik. Ez egy shortcut? Aha. Nagyon remélem, hogy itt a Simon Manusnál nem lesz idegesítő boss run, mert ha valami, akkor az nem hiányzik egy ilyen utolsó fighthoz, ha ez az utcsó. Ott volt egy láda, én nem láttam a dolgot. Na már, megint ez. Hogy nem izéltem ki? Hoppá! Azaz! Zsír. Láttam itt a lootot, csak azt hittem, hogy... körbe kell hozzá menni. Nem nagyon látni lefelé, de csöppet sötétség van. Assassin amulet. Critical attack-et növel. Hát most ezt mit kezdjek vele ezzel az információval? Így önmagában. Számok nélkül. Hellóka. Hagyj már békén, megint nem látok semmit! Kamera. Szia, Kiha! Igen, srácok, Game Pass-es a játék, ne feledjétek. Igen, igen. Megint itt lesz a bolond. No. Itt át. Igen, amúgy az alap movesetnek a harmadik ütése az, ami megszakítja az animációját az enemiknek. Már amikor, jó, nem mindig tévedtem. Most már tényleg nyök Pinocchio mindig. Eddig nem vettem észre, mert nem figyeltem rá, de most már nagyon nyög. Eddig nem volt ilyen hangja. Nyád, akkora sebzéseket kapunk. Nem látok, és nem tudok mozogni. Ez még mindig jó, se jobbra, se balra. Most. Köszönöm. Küldjetek a bosshoz, nem kell már itt a szivatás a sok hülye elnemivel. Na várjál, oda hogy megyek? Ja, itt, és itt ki fog ugrani. És lefoglak. Hát, te kis... és a falba ütök, király, fassa. Na? Ow.
következő végigjátszás Souls játékkal tőrrel fogjuk csinálni, ami nem akad bele semmibe. Leaping amulet. Több max staminát ad. Mondjuk egyébként berakhatnám a HP stamina Legion helyére, mert többet jelent, csak akkor slightly heavy vagyok. Jaj, már hányan jöttök komolyan? Nem vagyok meggyőződve a saját igazamról. Kell az a def. Acid kanisztel. Fogjatok már el! Mindig én kerülök a földre. Oké, hogy elfogynak a HP-im, de jól néz ki ez a rész. Vagy nézelődni, mert mindjárt lelök valami. Ah, a shortcut. Zsír! Föltöltjük a híleket, mert nem sok marad. Ezzel a mászásnál nem nyög. Kediasú, köszönöm szépen a csírt. És az üzenetet is, kitartás neked, és Marcellus, köszi a 39-et. Wow. Did you feel that? It's like someone walked across my grave. I sense ergo everywhere. I mean, this place is saturated with it. Like what you'd expect from a mountain of dead puppets. Igen, hát ergo van mindenhol, hát ide van szipolyozva mindegyik, az egész. Ezt nyilván bele infúzióként be akarja adni magának a manus. Na, még minibosszok, ez az. Azt még neked mi bajod van? Boxos gyerek. A grabbel egyből. Kiszopja belőlem az ergót! Haló? Az elegy háromszöggel blokkolgat. Ez az... Tudsz, ez annyira amúgy nem jött be, de... Ne dobáló... Jé, aha, disruption-ös enemy. Hát persze. Van egy kis sebzése a fiatalembernek. Ne dobálj már a disruption-nel, faszom, bocsánat! Ez ilyen kristálymet függő. Áj, ne dodzsolgass ki belőle. Oh boy! Basszus a grab. Amúgy így befingik és rám legyezi, ezt jól látjátok nagyjából. Ez mondjuk elég szemétség volt, ha őszinte akarok lenni, de ezen már nem akadunk fönn egy pillanatra sem!
Semmi gond. Semmi gond. Ez most személyes vérbosszú volt a testvérei ellen elkövetett atrocitásaim miatt. Így van, én nem akadok fenn, én zuhanok. Köszönöm a pontos megfogalmazást. Hányat ki a beled? Nem szégyelled ezt a sok fingást, komolyan? Még dobál is. Nézd meg, hátrál, ez ilyen izé. Helyes újú boxoló. És úgy szívjátok fel, mint a tápoldatot. Nesze neked ember! Bemutatom egy kedves barátomnak ezt a mobot. Csillá, köszi a 14-en. Zero halál, így van. Most őnek most bemutatjuk. Bemutatjuk a baltámat, Bélát. Nyomni kell a futást a létre közben is, és gyorsabban mászik. Na ezt nem tudtam a tevél, köszönöm. Na gyere ide, te faszopó. Már bocsánat. Ups. Elég volt a gondolkozásból, a skillből. Ne hátráljál, gyere! Gyere! Nézzé bele a köpésembe! Te fasz! Ajaj. Közelebb jönni. Anyád. Ó, basszus, és elnyomta a féből attakot, nem áll? Dobálja a fingját megint. Áó. Ne, ne, nem áll. Nem áll. Úgy utálom ezeket. De tényleg így szarakodunk vele a semmiért, hogy elnyomom a healt, nem nyomom el a healt, utána megölöm, nincs healem, vissza kell jönni. Tessék, gyorsan mászok. Pokecsen, de amúgy tényleg jön a zsebhomokkal, azt a szemembe szórja. Hú, de idegesítő. Pláne amikor reusolt enemiket használnak egy kis extrával megmókolva. Üljetek a bosshoz, azt verekedjünk, nem kellenek nekem ezek az ilyen másodhegedűs szerencsétlenek. Félúton elhányja magát, gyögölj meg! Jaj, duplázik be! Nyugi, nem, sose tiltelek.
ezért álltam bele a Disruptionbe. Megint félek, hogy leesek. Lépütés volt, Nessai. Hogy fogta meg? Ne! Nem! Ne! 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 Eleve, hogy nem staggerölődött? Tehát így rádobtam egy panellakást. Add ide a bököd. Nem, most már kezd a haragom irányítani, mert nonsense. Hogy egy kombóból megöl. Kell az ezüst pallos. Az az igazság, hogy nyomkodhatjuk itt jobbra-balra, de az ezüst hajú fiúhoz kell az ezüst pallos. Így van, ezért kezdtük előbb a streamet. Dominik, köszi a kettőt. Örgő! Jó, még mindig ez a fegyver a legjobb amúgy. Legalábbis nekem. Ne, ne! Kezd ijjenni! Azoknak mondom, akik esetleg valamiért először járnának a streamen, vagy nem voltatok még itt, vagy most jöttök be, ilyen eddig nem volt az egész játék során, de most az endgame-ben vagyunk, ezt érzékelem, mert ennyire nem... A második nyuszis bossnál voltam utoljára ennyire ideges. Azelőtt nem tudom, de most nagyon ideges vagyok. De hogy nem volt. Mikor voltam a legidegesebb? Na, addig legalább tudunk erről sztorizni. Nyuszis bossnál nagyon behisztisztem az idegesített nagyon. Egy centivel is mellé, az a jó. Még szórjál csillámport. Hátrá, bazd meg, hátrá. Inkább elnyomom a healt, bazd meg, mert... Nem tudnál leesni, mondjuk most megütlen. Ó, oh, a grab! Hírk, szörülök, hogy neked is ez jutott eszedbe. Adjál meg! Ó, egy kvarcér! Ez az! Siker! Arnold Hunter, köszönöm a 16-ot!
Köszi Dikachu, köszi neked is a 13-at, és Sandy, köszi a 22-t, igen. Na most mi akar még torkosra szopatni? Titkos lút, úgyhogy ott valami biztosan. Hello, fiam. Egyik ellenség sem tud leesni a játékban, pedig a DS-ben az a legviccesebb, mikor leejted őket. Zoltya, köszi neked is a csír, tehát itt hatalmas hype vonat pörgetések vannak, kérem. Még egy kis örgó. Hova még? Ott van egy lövős Johnny. Én most már nem spórolok. El kell nyomni mindent. Töké jöjjön ki. Meg tudtán torodni? Na, akkor fék az info. Balance crank, hogyha még így. Kedvet támadna rebalanszolni a enemikre. Jaj, de jó, itt még kilep meg. Prédikáció. Még örgó. Még azért egy kis szintlépegetés belefér majd a végére. Igen. És fölértünk! Yay, baby! Ó, de szép. Simon Manus vallomása. Egy apa olyan, mint egy isten a fiának. Még én is, Simon, nem voltam más fiatal koromban. De aki kreált engem, nem egyszerű ember volt. És a képességeim természet felettiek. Ah, te csalódott benne az apja? Te is egy fél vagy? Most itt a finálé, az ajtót kinyitottuk, nem lehet bezárni. Az emberiségnek én, Simon, feladom, hogy ember legyek. És a halhatatlanság és igazság útjára lépek. A testem megtörik, és újjászületik istenként, amit széttéptek. Ez az utolsó emlékem, amit itt hagyok emberként. Na! Még egy apa komplexusos idióta, tessék! De jól néz ki a távolban a város. Pláne, hogy ott megjártuk fönn a templomot. Ott találkoztunk az áruló kutyussal. Ott van a nagy kiállításnak a tornya, itt látjátok a Grand Exhibition. Hátul van szerintem a workshop. Rohadt jó. Hey! Nem kapta meg Simon a mountain bike-ot, az bazd meg el akarja pusztítani a világot istenként. Látjátok, apukák? Ez a tanulságunk. Na, add ide az összes ergót, azt hagyj pusztítom ki. Nem fogom használni, use. Adjál pészt. Huszonnyolc, az két szín. Így. Level up. Majd amikor egy hitel a boss, emlékezzetek rám, jó? Ez pont kevés volt. És az mennyi? Az már nincs annyi, úgyhogy azt nem kell eljúzolni. Jó. Oké. Okay. Jó, hát acid gondolom humán lesz, úgyhogy maradunk az acidnál, bár hogyha istenné változik, akkor a fasz tudja. Dobálózni most ezelején úgyse fogunk. Gondolom disruption-nel fog jönni, mert szopatni kell a játékost. Úgyhogy ez nagyon jó, majd max elmegyünk a boltba leszedőért.
Jó, tudod mit? Gyerekecsek. Acid vagy tűz. Jó. Innen 5 perc és vége a játéknak. Aha. Köszi, köszi. Sodró, Edibi, köszi srácok. Liljoma, Bors, Zotya, köszi. Na gyere, Simon! Köpjünk bele a szumon levesbe. Pej! Azoknak van. Mármint, hogy... Na, ez már Edit. Mindegy, megyünk. Haló? Na, ez már átváltozott, nézd meg, már ilyen ocsortány, nem emberi. Megitta az Ergo levest. A Notre Dame-i toronyőr. Szép vagy. Bűzlik a szád, ide látom. Kettőspont D, vagy mi D2-spont emóták mehetnek. Túnya. Bezombul. Behold, this is Ergo. Szép Teslát építettél. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. Igen, igen. A key that unlocks true evolution. Tökre evolúció. Sose hallottuk ezt még egy gonosztól se. Szerintem csak kötőhártya gyulladásod van, az sok volt a Sterko. Ergo is a gift from me, Simon Manus, who will transgress even God. Több leszel, mint Isten. És tényleg egy Tesla van nála, egy Tesla coil. Jó, jó! Tökre jó! Na mehet akkor az 1v1. Mutasd, mit tudsz, öcsi! Bunyóidő! Hű, bassz meg! Mellé! Bám! Papja! Tocsolva! Öcsi! Eléggé be vagy lassulva, öreg! Mi lesz így? Á, jó, nem szóltam. Jó, hát ezt majd meg kell tanulni perizni. Clean volt. Várjál, bukkan! Hű, nyugi, nyugi. Hű, de messzire tudol lengetni. Hoppá. Aha. Hű, de jó time-od van. Fekszik, kutyus! Érzem, csak ezután kezdődik a buli. Jó, akkor ez a heal nélküli része a fightnak. Kihagyta a lábnapot. This is evolution. Remélem 3 fázisod lesz. Behold, as I discard this fragile body. Kinőtt belőle egy fa. As I grasp. Ahol a fejed? The power of a true god. Hát nézd meg, fává változik. Ja, ott van a teste neki. Kihámozódik. Szebb nem lettél. Ó, de jó. Asztrális pálya. Figyelj, ha ilyen fétised van, nekem oké, de...
Na, ezt meg Michelangelo-nak hiszi magát. Piti haza telefonál. Kész, rányult. Bekapcsolta a Bluetooth-t. A Manus kéz latinul. Hát vagy konyhajtó, ugye, de... Út a szobába, lyuk a falon. Jó, hát csúnya vagy, mehet, bunyó. Hűvasz meg. Jajajajajajaj. Jajajajaj. Várjál, hát folyamatosan lézerezik az égből. Az anyád, az anyád. Ha, oda-vissza, kettő-kettő. Ott lesz a disruption, én láttam, te köcsök! Hibasz meg. Kapja amúgy! Valamit csinál, nem tudom mit csinál, de... Hű, az robban! Nem robban? Nem tudom, hogy robban. Nem robban. Jaj, most robban! Ácsi, hadd hílejek már egy picit, tesó. Aha, ott robban. Hát ez ilyen delay-es robbanás. Már a robbanása is delay. Ó, a disruption-ös anyádat. Még egyszer üt. Nem is látom, nem leperrisztem, jó? Megint robban. Valamit mögém lőtt a gyerek! Baszd meg! Valami elektronyos. Robbanás, nem tudom, hogy hogy. Jó, hát ha két fázisa van, amit nem tudunk és nem is akarok tudni, akkor elsőre nem volt rossz, innen kezdődik a visszafejlődőság. Egy kicsit... Mindig ez van. Agresszívnak kell lenni amúgy. Meg kell baszni, mármint hogy bocsánat, de hogy... Ösztönből nyomtuk, aztán most elkezdte gondolkozni, és mindennek vége lesz. Látványosnak látványos a fájt amúgy. Show me everything you have, Puppet of Geppetto! Puppet of Geppetto! De így föntről üti a másodikat, oké. Amúgy ugyanezt csinálja a második fészbe is, csak más fájban. Nem volt staminám. Aha, ez a szúrás, ennek nem éreztem a time-ját az előbb se. Don't.
Igen, az előbb jobban ment a phase 1, de ezt ismerjük, így szokott lenni. Nem értem vissza ebből így. Most egy kicsit több múvját láttuk. Na és ebből kettő él mindig. Három. Lóba fingató lecsó volt. Hogy bírod ezt tegőrrel, amiket kapsz, öcsi? Föntről. Ez a föntről jövő varázslat, nem ez a kéz. Ez az, ami besebzi az egész pályát, ahogy láttam. Oda rakja, ahova így hiszem, hogy rakja. Erre megint a Distraction. Erre belő a Distraction! Állj, de greedy voltam! Igen, be akartam húzni a Fable Artot. Jó, nem baj, úgyse volt, úgyse ment most ügyesen az első fázis. Amúgy gondolkozok rajta, hogy a basszógépet be kéne hozni. Mert nem ugrál el annyira. Megpróbálom, srácok, aztán utána visszamegyünk. De megnézem. Kellene Poison a kardra? Jaj, Gilicius, de jó, hogy jöttél, kösz, hogy szóltál, hogy Poison kell a kardra. Uff, legközelebb akkor majd főrakom, jó? Show me everything you have, Puppet of Geppetto! Puppet of Geppetto! Anyád picsáját, Puppet! Na most hányat ütsz, eddig nem volt három! Mondtam, hogy jó, hogy nem ugrál el. És ugyanazt a movesetet nyomta végig. Ezt meg asszán mellé ütöttem, de mindegy. Várjál, most a Distraction-nel kezd.
bassz meg, te geci voltál most. Még megküldte egyet. Ezek a spellek. Most nem tudom hány rob, hányat robbant. Kettő. Hármat. És akkor most azt hinném, hogy oda jön a kéz, ahol most áll, de nem oda jött legutóbb. Hanem ide középre jön. De így is eltalál, bassz meg, akkor ezt ki kell vinni a szélére. Double carry. Aha, ez itt nem fér be. Erre duplázz. Áj, nem fér ki. Gain volt, mert jön a kéz, bassz meg. Várj a disruption. Jaj! Jó. Nem láttam egyáltalán. Ó, de kár! Distraction. Jön a kéz. Nem akarom ezt a fegyvert. Ennél kicsit gyorsabbnak kell lenni. Jó. Ez se tűnik lehetetlen bossnak. Teljesen fairnek néz ki a dolog. Kicsit pont úgy nem értek be a heavy attakok, ahogy azt szerettem volna. Ugye megnézhetjük az aranypálcával is a vicc kedvéért. Ja, a nagyobb staggert ad a fejsze, meglátjuk. A második fészben még nem sikerült staggeröljem. Ugye az aciddal viszem le ott a HP-jának a nagy részét. Nem robban be, jó. Vakon disruption tüzelni, persze. Azért vakon leferízni elég meló. Most lehet, hogy meghalok a kéz miatt. Nem látom megint, hogy hova jön a kéz.
fel az az arcán. Tudni kéne. Öpp a disztrapsi. Szerintem lesz egy harmadik fázis. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ez túl egyszerű. So, comes to this. The blue fairy, Sophia, decides the winner. Szopikám, bizony kicsi. Truly, I envy you. Irigyel. The puppet, my Sophia, keeps turning back time to save. Isn't her sense of duty? Or her contempt for me? Or does she truly care for you? Na megvilágosodik a végén. I gave up predicting Sophia's actions long ago. But I'd like to hear your thoughts. Mit gondolok Sophia cselekményéről? Sophia, what have you done to her? Mit tettem Sophiával? Sophia. Békét adtam neki. Yes, I suppose that was her wish. I gave her peace. Sophia was always wise beyond her years. Knowing the truth of people's minds is a curse. I would not have been able to bear it if it weren't for Sophia. Her pure heart was a tonic for my pain. That's why I wanted her. I did. Kicsimet akarta. But I couldn't have. Az egész a szerelemről szólt. So I tried to use this hour to hold her. Penzolnolta Simont, kicsim. Ezért lett ilyen mérges. Ezért zárta be és használta ki. Watch out, Fortunato. És a boss utolsó mondata. Megyek, ha mennem kell, de vigyázz Geppettóval. Oké. Okay. Ah, ez meg egy lift. Oké. Okay. Kaptunk Ergót, ennek a bossnak is van fegyvere. És Arm of God, Isten keze. Itt van Maradona. Sacred Object. Na jó, most vissza kéne menjek a... Hát visszamegyek, mert nem tudom, hogy mi lesz. Most nem tudom, hogy game over vagy mi. Nézzük meg a fegyvert is, jó? Irksz, a spoilereket jutalmazzuk. Szeretettel, törődéssel. Úgy. Hát, nem lesz elég ergó még egy szint lépésre, így az 6000, az kevés. Jó.
Most menjek vissza a hotelbe? Vagy menjek le előbb a lifttel? Na, visszamegyek a hotelbe akkor. Akkor kivesszük a fegyvert. Előbb a lift. Na tessék. Ne nézz oda! Akkor ne nézz oda! Hotel. Jó. Akkor ebben meg is egyeztünk. I want to give Alidoro's belong. Noblesse oblige. Motivity A. Száz Jézusom. Ez valami baszógép. Vagy P-ből ártnak a sebzése stagger, de nem így nagyobbat megy. Ne add ide. Bonk. Ne szállj menni, bonk. Nyugi, meg kell nézni. Bonk. Unga bunga. A nagy dorong. Simadtak. Jézusom, hát ez egy baseball ütő. Aha, ez bonk weapon. Bum bum. Jézus, itt vagyja, úristen. Hát, amúgy be nem szartam tőle. Persze amúgy bonk, very bonk. Hukkan. Mert már nincs rá úgyse boss izénk nagyon, hogy fölfejlesszem. Azért ami van, azt rárakom, sose lehet tudni. Bonk. Very bonk. Jó, idáig föl tudtuk izélni. Megrakunk rá egy handle-t, és akkor S-sel scale-el. 253, 193, hát amúgy így akkorát rak, mint a kard. De így se rak akkorát, hármas szinten, mint a fejszel. Szóval, hogyha bonkolni akarunk, akkor egyelőre így a fejszel jobb, de... Ezt is elraktuk az eszköztárba. Meg az aranybotom. Jó. Nem baj, kivettük. Mókás. Hol a cica? Nem volt ott? A boltban is van már fejlesztő? Hát szerintem azokat már megvettük, de amúgy lehet, hogy van. Welcome. Nem, mert már full moon kell, azt már megvettük. Jó. Cic. De most Geppetto itt van, vagy a börtönben van? Már nem akarok Geppettoval beszélni, mert lehet, hogy szinematikus lesz. Nem tudom, hol a cica. Egyelőre visszamegyek szerintem. Vagy nem. Nem akarok elhamarkodott dolgokat cselekedni. Melyek liftezni, aztán majd meglátjuk. Most a cica az ráér. Jaj, P. Tamás, köszi a 2 hónapot egyébként. Tegzi, köszi a Prime-ot. Nike a giftet, nagyon-nagyon köszi. Fity Mariska, köszi a cheert. Froszkolja neked is. Jedi Módi. Jó volt nézést. Köszönöm. Udukila, neked is nagyon köszi a giftem. Mi azért itt, hogyha... Nem tudom még mi lesz, de készüljünk föl mindenre. Hát itt meg szanaszét áramlik az ergo, hát szíkodjuk már magunkba. Na. Az interdimenzionális lift. Persze fölfele nem jöhettem ezzel, hogy rohadjon ki a lelketek. Now him, he really scared me. A human becoming a god? Terrifying.
fajny, mi is legyünk istenek, Tihamél. Now you have my attention. Suit yourself, but sounds fun to me. Így van, ember leszek. X. What'll happen now? Na, mi történik? I sure don't know. Most jön Geppetto és beleszar a levesünkbe. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. De a világító seggemre mindig számíthatok. Az öreg tücsökre. Bocsánat. Ottan a fatel. Geppetto boss fight. Mehet. Szia, fatel. Mizu. I knew you could do it. We have all the ingredients we need. Micsoda? I dreamed of this day for so long. Erről álmodott. The moment you'd come back to life. You can be human again. Újra ember lehet. Using that vast supply of ergo and the arm of God. Isten kezével és az ergóval. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. Csak ide kell adnod a szívedet. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. You have been De hát már ember vagyok. And a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. Adjam oda a szívemet. Nem! Biztos, hogy nem. Nem. I believed you were a good boy. But you insist on breaking my Sus. Heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. Személyiségét örökölted Carlónak, nem az emlékeit. Tényleg én voltam Carlo. Even naughty ones that must be punished, like you. Azt most meg akar büntetni. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life. Az az ő fia volt. Akkor ő volt a Grand Alchemist? Vagy ha nem is az, volt egy fia, Carlo, és az ő képmására alkotott minket újra. És el akarta kérni a szívünket, hogy az ergóval, meg Isten kezével újra teremtse a fiát. Csak kihasznált minket, hogy az igazi fiát újra teremtse. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. My son. Ott a fia. Jézusom. You can become a real human. Come to me, my son. Okay. A névtelen bábú. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Ha. Mi soha nem voltunk részesei a tűzfalnak, mert a fiának az emlékei vannak bennünk. Azért nem fogadtunk szót. I knew you had gone astray. You troubled your
Csak közben lett saját személyiségünk. Jó, hát ehhez majd kell a nagy fegyver, úgy érzem. Jó, hát ez a blokkos attak, ez nem jó semmire. Na, most a fater meg el akar minket verni. Mi az a heal? Heal ez! Közben mesél, Geppetto, figyeljetek rá, közben jó dolgokat mond. Ha. Na a fatel. Bocsánat. Csak közben lázas lett a gyerek, úgyhogy itt még a heti menetrend az mindenhogy meg fog változni, srácok. Most semmi baj, mindenki él, minden rendben van, csak csak utazott volna el, úgyhogy itt most nagyon meg fog változni a menetrend, mert így majd nekem kell apáskodni a héten, úgyhogy majd majd discordozunk meg valami. De köszi, aranyosak vagytok. You can become a real human. Come to me, nem cseréltem fegyvert! Mindegy, hogy gyakoroljuk a műszetet. I never found you in the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory within you. Meg, és inkább, jöhet a rendes fegyver. Az óvoda már csak ilyen. Ja, hát nem, nyilván ez hozzászokik az ember, csak nyilván akkor lesz beteg a gyerek, amikor másnap menne el, szóval. De nem baj. Na! Bocsánat, picit megpróbálok ide visszafókuszálni. You can become a real human. Na, én már igazi kisfiú vagyok, Geppetto, takarítsd el ezt a robotgépet! Kéne majd amúgy az elektronyos. Akármicsoda nyilván, de... I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Nem tudom, hogy hoztam össze. Ott kap a bábú, úgyhogy itt még lesz egy erős fészkettőnk, mert ez még... Ez még erősebb bemelegítés szagú. Bám! Na fater! Nem tanulok, rossz fiú vagyok! Bang bang! Jézusom! Ó, oh, most elszabadul az irányítás alól. Full rage mód. Aha! Na most jön a jó, áj, most jön a fincsi része, megbolondul. Uh-oh. Puppet unchained. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Hát fater, nem sikerült jó kordába tartani a robotokat, ahogy nézem.
Oh. Na, az emlékek. Aha, ez a Paris támadás. Bassz meg, miket nyom. Oh, mi csoda? Az mi volt az a dam? Persze én nem duávildezhetek. Jó. Na hát akkor ide kelleni fog nekünk a elektronyosság. A grinderünkre. Ez még hozzá úgy. Valaki köszi a feliratkozást, és Puli köszi a Tier 3-as 3 évet. Köszönöm szépen. My son. I never bound you to the Grand Covenant of the other puppets because of Carlo's memories within you. Ow. Boss meg. Ez most szép hibám volt, benyomtam a healt a pörgésnek a közepén. De akkor tényleg mi voltunk, Carlo, úgyhogy akkor a tippjeim egyelőre bejöttek, de még kíváncsi vagyok a fight után, mi fog kiderülni. You can become a real human. Come to me, my son. Nyomtam a blokkot. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. To resort to the lash, but there's no other way. Ennyile. If you can't find those memories, I'll make you into a human myself. Megkapkodj, no greed. Jaj, ne a híja, basszus, kapkodni kellett volna. Ezt is ki kell cselezni, úgyhogy el kell kezdjük körbeforogni. Meg kell nézni, hogy hogy tudom kikerülni ezt a sok szart. Vagy le kell csízelni. Igen! Van ennek minden a tarsolyába.
You can become a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory within you. Ez a shield, ez még mindig nem adja. Úgyhogy most le is fogom cserélni azt is. Bár nem fejlesztettünk az elektromoson, de lehet, hogy kelleni fog ide. Őni, azt hiszem slightly heavy vagy. Jogos. Köszönöm szépen. Nagyon jogos. Köszönöm szépen. Fizikál rezisztre lenne szükségem. Ez meg nagyon sok. Nézzük így. Hát tényleg fel lehet adni a bosst. Ott van, hogy give your heart. Biztos, hogy nem. Még nem tudom, hogy tudom-e fejleszteni az elektromos kezen. Valaki köszi a feliratkozást. Igen, az a csicska vagyok gomb. Még lehet. Itt volt a fejlesztés? Igen. Bam! Darth Sirius. Tegnap én majdnem megnyomtam. Úgy voltam vele, hogy legyek csicska, de legalább alszok. Hát meglátjuk. You can become a real human. Come to me, my son. Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. So ez így működik. Csak meg akartam nézni, hogy hogy működik az elektrogyon! I know you had gone astray. You troublesome little puppet. Freedom is not for you, but Carlo. De gyorsnak kell lenni itt az ével. Kórusasszonyok visítanak. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Pedig nem volt rossz. Volt még heal. You can become a real human. Come to me, my son.
I never bound you to the Grand Covenant. Covenant. Carlo's memory within you. Hosszú volt az elején. Jaj. Hadouken. You can become a real human. Come to me. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. I know you have gone astray, you troublesome puppet. Álljon a tested! Your freedom is not for you, but for Carlo. Bam! How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Hát, jöhetnek a tippek a Phase 2-re, valakinek van. You can become a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Hát ennek a izének a time-ját nem tudtam. I know you have gone astray. Troublesome little puppet. Azt elugrik. Ja, most megőrült. Igen, ugye, hogy változtatja a fegyverét. Változtatja a movesetet. Hogy rontottam el így. Nem a hílek, te paraszt! Most ez a könnyebb moveset. After I lost you, my life was... How dare you? Okay. You're just a puppet. Nothing more. Mi volt ez, hogy megüthetetlen? Nem lehetett megütni. Ja, mert ott elkopott a fegyverem, bazd meg, nem már, de kicska szar vagyok. Hát ez szíj. Thank you.
the divine. Ilyen közelre nem lehet. Nem baj, jobb volt. Jobb volt. Ja, elkapott a fegyver, csak utána vettem már észre. Ott az, hogyha nem nincs ott elkopva a fegyver, ott szét tudtam volna ütni. Tehát ugye volna. Volnából nem lesz szalonna. You can become a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Karloff's memories within you. De rossz kezdés most lesz. I knew you had gone astray. You troublesome little puppet. Jó, most jön a csapkodós. Your freedom is not for you, but Carlo. I've waited so long to bring you back. Szinte biztos én vagyok a hülye, de nem látom. Ja, mi? Vagy másról beszéltek? Bocsánat. You can become a real human. Come to me, my son. Hát ez szikor. Olyan slunggal ütötte mellé, hogy én is elhittem. I never brought you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Greed. So long to bring him back, girl. Ja, értem, értem. Ebbe az összes eddigi moveset benne van. Őszik Valadin. You can become a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Freedom is not for you, but for Carlo. No father wants to resort to the lash, but there's no consolation. How dare you? You're just a puppet, nothing more. Ne is mellém töm. Okay.
Baj, de nyomtam a blokkot, de ezt nem tudtam, hogy grab! Erre nem lehet, szerintem. Jó volt, csak nem lehet vele agresszívnak lenni. Meg ott volt a Fable charge-on, meg minden, és jó, meg volt verve, aztán visszahílelte magát, mert nem volt több openingem. Ezt úgy lehet lehozni, hogyha nem esel ki. Tehát egy pillanatra is meg tud fogni, akkor így... Ah. Vagy most már az összes itemmel le lehet dobálni, igen. Még be kéne iktatnom a Phase 1-be a fegyverjavítást is valahogy. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. I know you have gone astray, you troublesome little puppet. Your freedom is not for you. How dare you? You're just a puppet, nothing more. Nincs időm felrakni, bazd meg a izét. Pláne a mellé üzem. Rájöttünk. Igen, ha nem grebel, akkor lelő. Most direkt figyeltem, hogy ne grebeljen a szúrással, ugye? Nincs időm használni amúgy azt a kezet az elektromosan. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory within you. I knew you had gone astray. You troublesome little puppet. Oh, but my God, and the sword face. Your freedom is not for you, but Carlo. No father wants to resort to the lash, but there's no other way. How dare you? You're just a puppet, nothing more. Ez a time, ja. Jó, hát most nekem annyi. Ugyanúgy fél minden kell, amit eddig megtanultunk. Ugyanúgy figyelnem kell, hogy az átütés előtt följavítsam a fegyveremet, föllegyek hílelve, mert nem ad időt.
Nem ad időt. Itt már előre kell gondolkodjak a második fázisra, amikor az elsőt befejezem. You can become a real human. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlos' memories within you. I know you had gone astray. You troublesome puppet. Na most átmegy a szín a szopóka. Freedom is not for you, but for Carlo. No father wants to resort to the lash, but there's no other way. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Ah, nincs az a reflex. Ott van, ne, ilyet nem. Amit kapok, nem teszem zsebbe. Jó, ez a kéz, ez felejtős. Ezt soha nem fogom tudni használni, betölteni. Milyen Legion armot használtatok ehhez a bosshoz? Még a shieldre van, de a shieldre sincs idő, igazából egyikre sincs idő. Maximum a húkodóra lenne idő a üzére, amit először használtunk. De hát azzal meg most mire megyek? A puppet stringgel. De nem tudom, hogy tudom-e rajta használni. Nem használtam, nem volt rá időm. Hát igen. Megnézem, hogy működik-e. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Ha izét lehet használni, van az a robbanókat rak föl esetleg. I know you have gone astray. You're troublesome little puppet. Csak hogy az egy kis sebzés plusz. Ami ilyen gránátvetős vagy ilyen. Freedom is not for you, but for Carlo. Ooh, de jó szájba lettél verve. No father wants to resort to the lash, but there's no other way. Is legalább. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Bam!
Get it. Persze, robbantjál föl, bassz meg! Charge! Yes! Ne, dögöljél meg, ne! Ne! Were you going to destroy Carlo's heart? Ja, hogy a gyereknek a szívét ne pusztítsa. Sír. I'm sorry. Kicsim. Robot kicsim. Hát ez így még jobb. Hát visszaadom neki. Rise of P. Hát, ha érted. Hát ugye kicsimet újra alkottuk, és Rise of P. Fú! De most akkor meghaltam? Je ne comprends pas. Vagy csak bibis lettem, és majd jobban leszek. Meghaltam, de túléltem. Most akkor odaadtam a saját életemet kicsimért, vagy mi? Hát, de miért? Hát igazi kisfiú lettem. Van after credit, okés. Túlélted. Ezt skippelhetem? Bár egyébként le a kalappal, nyilván a készítők előtt. Isten, nagyon jó volt ez a game. I have a final report on the CROD experiment. Na. You certainly took your time, Paracelsus. Na, ez a fiú a fánál. I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it.
Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. Micsoda? What? Ne bassz már! Hát most Óza nagy varázslózunk, vagy Pinokkiózunk, vagy mi? Jó, lehet kezdeni New Game Plus-t, ha akarok. Még nem akarok. Azt mondták, hogy még ne akarjak. Vagy várjál, most melyik a New Game Plus? Az X vagy a kör a New Game Plus? Hát nem egyértelmű. A cancel, jó. Multiverzum van. Hát legközelebb én leszek a bádog ember. Na, de akkor túléltem, csak visszaadtam az ergóját kicsimnek, és csináltam belőle, hát, egy dögös robotot. Ha. Pizza. Blue Butterfly's Letter. Köszönöm, hogy új életet adtál nekem. Az, hogy egy Ergo bábunak második élete lehet, és egy másfajta emberré válhat, több időbe kerül, mint hogy az emberekre mi. There's more time for people to find out about it. Igen. Még több idő, hogy az emberek megtudják. Addig nem térek vissza a hotelbe. A krát katasztrófának vége. De még a betegség nem múlt el, és a bábuk is ott vannak. Gyógyíts be az emberek sebeit. Neked köszönhetjük a szabadságunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy felszabadítottál. Akkor nem haltam meg. És ráadásul felnőtt férfi vagyok, és kicsim is az, és mind a ketten bábutikus humánok vagyunk, tehát beszaporítjuk a világot bábutikus humánokkal. Hú! És hány ending van a játékban? Most nem akarom leszpoilerezni, úgyhogy a chaten se spoilerezzetek már, mint hogy mi az ending, de hogy hány darab van, arra kíváncsi vagyok. 3 endingje van. Na jó. Majd stream után megnézem, nézzétek meg ti is, hogyha nem akartok játszani a játékkal, és érdekel benneteket. Van egy true ending, egy good és egy bad. És ez melyik? Ez melyik ending? Oda néz! Ez a true ending, yes! Összehoztam egy true endinget guide nélkül, ilyen se lesz sokszor. Hát de profile. Zongoristája. Szép volt.
Igen, hát akkor gondolom a bad ending az akkor van, hogyha odadod a szíved Geppettónak. A good ending meg gondolom akkor van, hogyha nem vagy elég ember. Nem tudom. Nem kell spoilolni a többieknek, nem kell leírni, srácok, csak így gondolkozom hangos. Na most te mit keresel itt? Ha visszajött a kutyhús! Oh, did I scare you? It's me, Hugo. Yeah. This whole thing has inspired me. I'm going to try to be the Alidoro of a new generation. I will also keep looking for the relic's true owner. Check in with me anytime. Meg főpimpelte a szettet. A great weapon calls for a great... Sorry, no, pronouncements aren't my thing. És akkor van Voss weapon. Proof of humanity. B-re scale-el, motivity-vel, meg technikkel is. Ha. Meg immunis vagyok minden státuszra. Nézd meg! Az a bossból a medál, hogy minden státusz élmentre immunis vagyunk. Az mondjuk New Game Plus-ba hasznos, de meg akarom nézni a kardot. Pú, nagyon állat volt ez a játék amúgy. Borzasztóan jó volt a sztori, a setting, a bossok. Tök jól nehezettek fokozatosan. Nyilván volt kivétel, ami így gimmick volt, meg könnyebb volt. De nagyon-nagyon jól összerakták, basszus. Proof of humanity. Egy kis kard. Igen. Sima ütés. Ne, hogy ez szétnyílik kettőre! Ne, bassz! Na menjetek a faszomba, ez a legjobb fegyver a játékban. Ugyanúgy szétszedni, mint a boss. Na menj már. És ezzel mit csinál? Ezzel csinálok valamit, de nem tudom, hogy mit. Ezzel egy három szöggel. Kritet növel. Na menj a fasz. Ne, ez a legjobb weapon a játékban. Ez mennyire állat. Oh. De szemétség! Nem fogok New Game Plus-ozni! Vagy hát legalábbis nem streamben. Ah, nagyon jó a szeletelő. Igen. Na jó. Hát srácok, ez volt a Lies of P. Ah. Várjál, title screenre mennyi, hogy elmentsed. Nagyon remélem, hogy ti is szerettétek ezt a játékot. Rohadt jó volt. Rohadt jó, hogy így hozta ezt a... Nem egy ilyen gagyi Souls-like játék volt, hanem mechanikáiban hozta a Souls szintet. Viszont cserébe egy sokkal ilyen közvetlenebb sztori volt. Nem volt annyira elvont, mint a FromSoft játékoknak a sztoriai szoktak lenni, hogy kell hozzá egy 4 órás YouTube videó, hogy megértsd. Nagyon-nagyon élveztem. Tényleg minden percét. Hát nem minden percét. Volt, hogy megszenvedtem vele. Nem gondoltam volna, hogy pont egy ilyen Souls-like játékot fogunk végigjátszani, de borzasztó jó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így akarult. Ja, jók voltak benne a csavarok, tök jó volt benne az egész Pinocchio mechanika, hogy egyre emberibb lett, jók voltak a karakterek, úgyhogy igazából minden elégedett vagyok, mert fantasztikus volt, úgyhogy hát na, jön majd még. A következő Souls-like játékunk szerintem az Elden Ring DLC lesz, Lords of the Fallen-re nem hiszem, hogy lesz nagyon idő, de majd lehet, hogy belenézünk abba is, meg kiderül, de fú. Rég volt ennyire game, ami ennyire elkapott, már ha csak megnézitek, hogy milyen hosszú streamek voltak belőle, meg mennyit játszottunk vele ilyen rövid idő alatt. Jó, 35 óra szerintem volt, most nem is néztem a menü screenen, hogy mennyit játszottunk vele, de hát megpörgettük, mert élveztem nagyon. Game of the Year-nek nem Game of the Year, nekem, mert az én saját Game of the Year-em az mindig ilyen nagyon érzelmi alapon működik. Azért a Final Fantasy az nagyobb hatással volt rám, hogyha csak a sztorit nézzük. Nyilván annak rengeteg sok problémája van, ha kritikai szempontból akarjuk vizsgálni,
azért a Final Fantasy sztoria erősebb volt. Azért ott hagymáztunk rendesen. De egy kiemelkedő játéka volt az évnek, ha majd meglátjuk évvégé, hogy emlékszem rá vissza. Mert nagyon megfogott egyébként a dolog. No, srácok! A menetrend ki van írva, az majd jó megváltozik, gondolom. Míg gyereket is tápolgatok, úgyhogy srácok, azt ígérem, hogy fogalmam sincs. Jó? Hogy mikor jövök, meg mi mikor lesz, úgyhogy valószínűleg majd este kitörlöm az egészet, aztán majd visszaírom, hogy mint jó. Nem tudok ígérni semmit. Most holnap biztos szerintem, hogy káosz lesz, tehát lehet, hogy holnap nem leszek egész nap. Aztán majd a szerdát látjuk, meg a hét többi részét is, de majd szólok mindenféle platformokon. Jó? Köszönöm még egyszer. Kamusamu, Csenki Csaba, valaki mindannyiótoknak, hogy végigkövettétek ezt a végigjátszást. Így van, ahogy Mage is írja, Nessai törölt ki, akkor nem lehet gond. Így. Jó? Jelzem majd, hogy hocsmin srácok, nyilván ahogy csak tudok, igyekszem vissza. Valahogy megoldunk minden, természetesen. Na, legyetek jók, kellemes délutánt, találkozunk, ki tudja mikor, egy távoli autószerelős jövőben. Köszi srácok, szevasztok. Pappáá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 á